Ági néni, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra és ezzel együtt egy beszélgetésre. Hogy szoktad inni a kávét, feketén vagy fehéren? Fehéren. És én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon boldog vagyok. Nagyon sok mindenről kell beszélgetnünk, meglátjuk, hogy mi fog ebbe a szűk fél órába beleférni, és ha nem tartod Ági néni túl nagy önzőségnek, akkor én pont egy olyan dologgal kezdeném, ami engem is érint, mert elhoztál egy olyan kiadványt, létezett valamikor itt Nyíregyházán egy pénteki bulvár magazin, ami nek a 25 évvel ezelőtti egyik számában én a botanikus kertről, a botanikus kertedről, talán így is fogalmazhatok, írtam egy pár sort, és Racskó Tibi készített néhány kedves fotót az akkor tett sétánk alkalmával, 25 perc alatt a föld körül. Ez azért érdekes, ez a 25-ös szám, mert ez 25 évvel ezelőtt volt. Nekem az eddig itt eltöltött 25 évemnek a kezdetén, tehát igazából az volt az első találkozásunk, amikor ennek az írásnak a kapcsán kilátogattam abba a botanikus kertbe, ami akkor pedig már 25 éves volt. Igen. Tehát ez 1997 volt, most ugye 2022-t írunk, tehát könnyű is számolni, hogy egy 50 éves produktumról tudunk beszélni, ami az életednek egy jó részét meghatározta. És nyilván az azt megelőző éveket is ide kell venni, hiszen magától nem nyitott meg egy botanikus kert, tehát azt elő kellett készíteni, azt ki kellett találni, azt meg kellett álmodni, és akármilyen furcsa is kimondani, tehát vissza kell menni a 60-as évek végére, a 70-es évek elejére. És talán az egy érdekes dolog, hogy a biológia tanárnak készülő fiatal hölgyből, aztán én nem is tudom, hogy botanikus kertvezető voltál, vagy igen, hogy kellett ezt mondani akkoriba, hogy változott a státuszod és a minősítésed ilyen szempontból. Ez lehet mondani, hogy neked egy álom volt, vagy az élet adta ezt a lehetőséget? Inkább az élet adta a lehetőséget, és az álomba bekapcsolódtam. Mert Nyíregyházán a tanárképző főiskola 1962-ben jött létre. Még egy évforduló? Igen, most volt 60 éves a most már Nyíregyházi Egyetem, és az összes névváltozást végigéltem, míg Nyíregyházi Egyetem lett, de a kezdet-kezdetén az tanárképző főiskola, és kezdete után 64-be léptem át a Vasvári Pál utcán először a tanárképző főiskola kapuját. Növénytani tanszékre kerültem, és meg kell említenünk a dr. Pál Miklós nevét, aki fiatal tanárként Egerbe szerzett diplomát, és úgy engedte el a professzora, hogy növénytan tárgyat csak úgy lehet tanítani, ha azt élőbe is bemutatják. És akkor 10 évig tanár úr mindent megtett ahhoz, hogy végül is az erdészek a város összefogásából kapott a főiskola egy 4,5 hektár területet, és hát az álom, a vágy az a ő nevéhez kapcsolódik, de onnantól, mivel ott voltam, én is bekapcsolódtam, és aztán a fejlesztésében is, hiszen mikor már a favágás, tuskózás, kerítés, területkijelölés után tudtuk azt, hogy a külső területen, földünkön a 30-40 szélességi fokba tartozó növényeket, ami 4 évszakos, tehát Amerika belesik, Japán és nem tudom milyen földrészek, meg országok, hogy azoknak a növényeit kell összegyűjteni, de legelőször ugye a mi nyírség, vagy a megyénk növényeit, védett növényeit, aztán növénytársulásokat, és aztán jöttek ugye a mamutfenyők, a cédrusok,
és hát számtalan, ami 4 évszakot megél, meg átél. De mivel tananyagra épült ez az egész botanikus kert, tehát az alapítás éve 72, ezért elkezdtünk gondolkodni, hogy hát nem csak a magyarországi vagy ezen tájnövényeit kell megismerni, megtanítani, hanem a tőlünk távoli tájakat. És akkor jött az első pálmaháznak 3 része, ami az orchideák háza az esőerdő 30 méteres magasságába, páfrányok, bromeliáknak a sokaságát szedtük össze és mutattuk be. Aztán jött a 12 méter magas tarzáncsita dzsungelje, ahol megint számtalan, és ott van Magyarország legszebb ma már, mert akkor 50 éves volt, mikor elhoztam, Kassai botanikus kert, most 100 éves szágó, férfiú, 1 méteres dobozszerű virágzatával, és még az én időmben mi vittük át a port, mert szélporozza ezeket a növényeket az egyenlítő mentén, akkor Debrecenbe átvittük, ott elvégeztünk mesterségesen a porzást, és születtek a gyerekek. Tehát ugye ez is nagyon sok értékes növénnyel gyarapodott, aztán jött egy a harmadik része ennek, hogy beszorítottunk mediterrán növényt, sivatagi növényt, minden. Tehát akkor kezdtünk gondolkodni, akkor legyen sivatag. És akkor felépült a 12 méteres magas ház, ott 2500 növényt, nem fajt, növényt szedtem össze, több ezer kilométer, és akkor megépült a sivatagház. Átadás, ünnepség, Magyarországra, bárhova mentem teherautóval, mindenki segített. Mert már az az előzmény, amit láttak, hogy mit akarunk, hiszen Magyarországon akkor nyíregyházi főiskola volt az egyetlen főiskola, aki botanikus kertet hozott létre, mert a többi mind nagy egyetemeknek a botanikus kertje van ugye az ország különböző területén elszórva, és akkor mindenki támogatott bennünket, na hát akkor megvolt a sivatag, de hát akkor ott vannak a citromok, a narancsok, a gránátalmák, a leánderek, hát akkor épüljön mediterrán ház. Az ugye fóliával volt télen fedve, vízfüggönnyel, nyáron szabadba. De még mindig, és nekem valahogy egy 40 éves álom az úgy motoszkált, hiszen amikor én ugye 20 évesen bekerültem a főiskolára, elvitt az akkori tanszékvezető Kolozsvárra, és én ott találkoztam először az, hogy botanikus kert fogalmával, és akkor egy zsilipajton keresztül bementünk egy nagy körházba, és Istenem, 2 méteres levelű tündérrózsa úszott ott a medence közepén, és gyönyörű hófehér virág, de emberfej nagyság. Hát ugye kiderült, hogy anno Viktória királynő idejében fedezték föl az angol botanikusok, és az ő tiszteletére elnevezték az Amazonaszán, Amazonason élő, ide 8000 kilométerre, 365 napon 40 fokos hőmérséklet, és ezért ebbe a házba volt látható egy levele 2 méter átmérőjű, és hát csodálatos virág. De ugye ez annyira távoli volt, mert mindig fontosabb volt a tananyag legfontosabb növényeit összegyűjteni, összeszedni, és akkor eljött a kertnek a 35 éve, és előtte való évben pályáztunk, és megépült akkor a haszonnövények háza, tehát ugye az idegen tájak haszonnövényei, kakaó, kávé, vanília, és sorolhatnám, és a közepén akkor sikerült. Magot szereztünk, magból neveltük, 9 hónap az élete, mint egy babának a megtermékenyüléstől a születésig, és úgy vártuk, mint egy gyermek születését, és akkor annyit szeretnék elmondani, hogy ez a virág hazájába is éjszaka virágzik, éjszakai rovarok, kolibrik meg denevérek porozzák, és azért, hogy éjszaka oly finom illatot áraszt, hogy a házba
vágni lehetett a levegőt, és szemünk előtt kinyílt a virág. És akkor megtörténik éjszaka, ugye a rovarok által már hozzák egyik virágról a másikra a virágport. Hajnalban ez a virág becsukódik, de még nem hagyja a rovarokat, hagy motoszkáljonnak ott. És akkor délután, mikor megtörténik a megporzás, megtermékenyülő, még egyszer rubinvörösen kinyílik, megmutatja magát, hogy már itt vannak az utódok, és akkor a kocsány megtekeredik, mélybe húzza, de már ugye az utódok ott vannak. Azt akkor leszögezhetjük, hogy ez egy borzasztó nagy dolognak számított az itteni felső oktatás tekintetében, hogy egy saját botanikus kertje lett, nem csak a főiskolának, ezáltal a városnak is. Azt megkérdezhetem, hogy ugye máshol fűvészkertekről, vagy máshol is vannak botanikus kertek, azokról lehet beszélni, hogy ennek miért ez lett a neve? Európában a legelső botanikus kert az Páduában 1545-ben az egyetem mellett jött létre, és a fűvész az növényt jelent, és fűvészkert, növénykert. De aztán Magyarországon átvette Szeged, átvette a budapesti fűvészkert, az ELTE-nek, és hát mi maradtunk a magyar név mellett, hogy botanikus kert. Tehát mindegyik tulajdonképpen növényeket bemutató létesítmény. Azon túl, hogy ugye a tananyaghoz kapcsolódóan, tehát akik ott a tanszéken tanultak, és látták, kézzel fogható volt számukra, amiről tanultak, azon túl ez egy nyitott kert lett, tehát ezt lehetett látogatni. Milyen volt a fogadtatása? Például jöttek a nagycsoportos óvodások, jöttek az általános középiskolások, és úgy meséltem, és úgy mutattam be például a kakaó növényét, vagy kávét, vagy bármit, hogy az a mese maradandó maradjon, és keltse fel a figyelmet, és szerettük volna minél több növényt, akik oda járnak, ismerjék meg, mert hittünk abba, hogy amit megismerünk, előbb-utóbb megszeretjük, és amit szeretünk, védünk. Tehát ebben már benne volt a természetkörnyezetvédelem. És akkor nyílt napjainkon látom, hogy jön a nagymama, nagyapa, anyuka, testvére, és a kicsi vezeti oda a mimózához, a kakaó növényéhez, és már ő volt, aki bemutatta a kertet, mert olyan élményben részesült, ami én hiszem, hogy maradandó, és akkor évről évre nagyon sokan, volt olyan nyílt nap, hogy 5000-en voltak 3 nap. Hát abban az időben azért ez egy nagyon nagy szám. És én csak meséltem. Itt látható, hát ez mondjuk nagyon kevés példánya a bemutató tárgyaknak, de volt a portán nekem a pénztár előtt egy óriási asztalom, és még a jegyet váltották, és utána kísértem, addig csak mutogattam és mondtam, és hát nagyon a 10 vendégkönyv 100 oldalának a 2 oldalán, és többek között itt is itt van, az a kicsi 3. osztály beírta, hogy a boldogság kertjébe jár, kell lennie több. Jelentett ez valamilyen nagyobb népszerűséget például a biológia szakra jelentkezők körében az, hogy lett a főiskolának egy ilyen saját kertje? Jöttek le segíteni, jöttek le egy-egy új átadáshoz, amiben tudtak, segítettek, illetve hát a környezetükből is begyűjtöttek növényeket, magvakat, mert tényleg én mindenhova teherautóval mentem, bárhova, és ugye volt olyan botanikai és kerti megbeszélés, hogy felajánlottak ott valami növényt, és akkor kérdezték, hogy kinek kell. Senki, valaki elkiabálta, hol van Ági? Áginak biztos kell, és tényleg én el is hoztam. Tehát
Egy az, hogy élőbe ismerték meg, az osztályaikat, miután végeztek és az országba elszórva, visszatértek nyáron, és hozták az osztályaikat, illetve hát a felnőttek is pihenni jöttek, kikapcsolódni, és nagyon sok nyílt napunk volt, rendezvényünk volt, ahol hát megismerhettek nagyon-nagyon sok növényt, és mesélve adtuk át a tudást, hogy minél maradandóbb élménnyel térjenek aztán ismét vissza. Talán nem állok messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy ez egy ilyen élő múzeum szerű ként képzelhető el, és ha belegondolok abba, hogy a világ hány tájáról mutat meg növényeket a botanikus kert, akkor gondolom, hogy jól gondolom, hogy ehhez nemzetközi kapcsolatokra is szükség volt. Kellett-e utazni közelebbre, távolabbra? Itt elhoztam azt a magcsere könyvet, aminek a latinul a neve az Index Seminum, hogy itt a mi környékünknek, vagy égtájunknak a magjait, és a legnagyobb élmény a súlyomnak a magja volt. Felajánlottunk 50 vagy 30, az elején még 30-50 növény magját, és akkor én igyekeztem azért a távoli tájak, meg meleg tájaknak a kertjeit, meg hát természetesen magyarországi kertekkel is kapcsolat volt, és akkor ezt elküldtük. Ők ezt elolvasták, hát ma már sajnos ugye interneten megy minden, de akkor a kezükbe került a könyv, és kipipálták, vagy bekarikázták, hogy 50 magot, vagy 25-öt, vagy 10-et, ki mennyit engedélyezett, és akkor olyan boldogan vártuk, én nagy kerteket vártam meg a... olyan növényeknek a magjai voltak, amit itt nem lehetett beszerezni, és akkor ez által gyarapodott, mert megjöttek a magvak, mi elküldtük a magvakat, és ez a cserebere révén mindenki azért gyarapította a növényállományát. Hol láttál, Ági néni, olyan botanikus kertet, ami ámulatba ejtett? Hát ez a páduai, mivel első volt Európába, hogy azóta, 1545 óta él, fent van, látogatja, de hát ugye azért ott a klíma más, tehát a kinti növényvilág sokkal szélesebb körben lehet bemutatni a növényeket. Aztán kétszer voltam a londoni Kew Gardenbe, a Királyi Botanikus Kertbe, hát ott nem lehet hát azt, amit a ottani, meg akkori botanikusoké volt a világ, tehát mentek és hozták és gyűjtötték és hajóval, tehát azzal nem is lehet felvenni, de nekünk nem is ez volt a cél, de mégis azért idehoztunk olyan növényeket, amit hát van, mondjuk más botanikus kert, tudom, hogy irigyelnek, mert többek között ezt a 100 éves szágót. És Magyarországon a Viktória ház, ami, vagy ez a haszonnövények háza, kettő van. Egyik a fűvészkerti, ami az 1800-as évek végén készült el, és amikor itt nálunk 2005-6-ba és 7-tel ugye eljöttem, akkor csak nálunk virágzott, úgyhogy MTI-től kezdve tényleg mindenki megfordult, és akkor több ezeren láthatták évente, mert a Pestit akkor renoválták. Hát csoda. 90-es éveket írtunk, amikor még bőven aktív voltál a botanikus kertben, és Nyíregyháza város díszpolgári címet adományozott neked az. Mennyire volt meglepetés, mit jelentett az? Hát, mint minden elismerés, az boldogsággal tölti el az embert, de én azt hiszem, hogy a
madarak csicserekték, vagy csiripelték, hogy az a sok óvónő, pedagógus, akik évente és rendszeresen és többször visszatértek, ugye az 80-tól lehet mondani, hogy már látogatható volt a külső rész, 84-től már elkezdtek az üvegházak épülni, és abból a bölcsődés nagycsoportos és az óvodás, és akkor gyakorló iskolásaink ott mutatták be az órájukat. Tehát úgy hallottam, hogy pedagógusok voltak, akik felterjesztettek vagy javasoltak. Egy köszönetképpen vagy, nem tudom, de hát nagyon nagy öröm volt, boldogság, és ugye Jocó bácsi gratuláló levele. Igen, az is itt van előttem. Amit, hát ezt az egy mondatot, hogy aláhúzta, hogy gratulál. Mert ő is ott volt, megtisztelte. Ez egy március 15 volt. Így van, egész pontosan 1996 volt az az esztendő, amiről most aktuálisan beszélünk. És hogyha már kezembe vettem ezt a két írás, Simándi József neve olvasható egy képeslapon. Hát csoda, és én hittem mindig is a csodába, és számtalan csodát tapasztaltam, vagy kaptam, vagy átéltem. És 90-es években én ügyeltem augusztusba, ez egy szombati nap volt, ültem a kis lépcsőn, vártam a látogatókat, és egyszer megcsörrent a telefon, és az énekzene tanszékről Tarcai Zoli bácsi letelefonált, hogy nyitva vagyunk-e, mert itt a Kodály Társaság. Hát persze, természetesnek jönni, de azt mondja, itt van Simándi József is. Hát nem tudom, időben mennyi telik egy-két mondat, hogy nagyon szerettem a komoly zenét. Középiskolás korban már nekünk olyan lehetőségünk volt, hogy azért a tévébe ismertették az operákat, operaszerzőket, vagy zeneszerzőket. És hát ugye a Bánkbán nekem mindig is, amikor hazaértem egy 1000 kilométeres út után, volt, hogy tényleg ruhába ledöltem, de ha nagyon fáradt voltam, meg nagyon fájt, mert volt, hogy lehetetlen volt, de megpróbáltam, és akkor feltettem a Simándi lemezt és a Bánkbánt, ugye Tiborcz panasza, és akkor hát megnyugtatott, és átment minden érzés rajtam, ami fájt vagy nehéz volt. És én azt tudtam, hogy az operába hogy fogok feljutni, hogy akkor-e, amikor a Bánkbán megy, vagy Simándi József énekli, és akkor elmondom ezt a pillanatot, amit azóta is boldogan élek át. Kinyitottam a kertkaput, és ott állt előttem Bánkbán. Magasan, délcegen, hófehér hajjal, kék égszínkék szemekkel, és azért a készfogás, ahogy Zoli bácsi bemutatott, az férfias volt, de mégis udvarias, kedves. Hát ha addig én sétáltam a látogatókkal, akkor azon a egy-másfél órába repültem, ott volt érthető, mellettem, érthető. És a végén, mikor megköszöntem, hogy van nekünk, és akkor azt mondta, hogy ő pedig a növényeknek köszöni meg a hangját, mert amikor nagyon beteg volt, felment a Mátrába, kérte a Jóistent, hogy még ne vegye el a hangját, és megnyugtatták a növények, és meggyógyult, és azóta is énekelt. Hát kell ennél is nagyobb csoda. Hát ez a növényeknek köszönhető, ez a találkozás. Nyilván a zene szeretete az volt az alapja az egésznek. Ezek olyan ajándékok, amikre ugye nem lehet felkészülni, nem lehet számítani, de ahogy egyeztettük ezt a találkozásunkat, hetek teltek el, és időközben egy megyei prímadíj is bekerült az elismerések sorába az életedben. Ez is egy különleges elismerésnek számít mindenféleképpen. Én úgy voltam vele, hogy amikor itt 10 embert javasolnak
Én tudtam, hogy mindenki megérdemli, mert mindenkit azért javasolnak, hogy értékelték a munkáját, és én olyan nyugodt voltam, hogy hát ha az 50 év a kertért kapom, hát ha megyébe a sok gyermekért, tehát nyugodtan vártam. És amikor a második borítékot bontották, hát úgy éreztem, hogy nem tudok felállni. Tehát remegő lábakkal mentem ki, és úgy köszöntem meg, hogy ezt a 60 évet, amit megadott a Teremtő, és ezt azért Nyíregyházáért, a megyéért, vagy talán még az országban is csoportvezetések révén, hogy mindent megtettem, nem ezért. Soha nem vártam se jutalmat, se kiemelést, hanem csak adni, adni, adni akartam. És megköszöntem, hogy méltónak tartották az életem munkásságát, és azért egy mondatot, mert nem lennék tanító vagy tanár, ugye elmondtam, hogy az életünk hitvallása, Tuzson Jánosnak a névadó professzorunk gyönyörű mondása, hogy ahol növény van, ott pezseg az élet. Ahol nincs növény, nincs is élet, és nem is lehet, mert állatnak, embernek létföltétele a levegő vagy az oxigén, és akkor ott is mindenkit megkértem, hogy vigyázzunk akkor a növényekre, mert nélkülük nincs életünk. És olyan könnyű voltam, és hát nagyon-nagyon boldog, és büszke, mert azért a család is mellettem volt, ezt nem szabad kihagyni, akiknek soha nem tűnt fel, hogy már megint ügyelek, már megint növényért megyek. Örültek velem, a munkatársaim mindig válvetve a lehetetlent, úgyhogy nekik is köszönöm, mert soha nem egyedül vagyunk, hanem közösségbe. És olyan társak alakultak, a Teremtő az életutamra olyan sok szerető szívet tűzött, hogy az én országutam nagyon széles. Hát gratulálni tudunk ehhez természetesen, és ez egy nagyon komoly minta vagy példa lehet mások előtt. Nagyon szép záró gondolat lenne ez most, amit elmondtál, Ági néni, de semmiképp nem akarom kihagyni, ha beszélgetünk, azt a helyszínt, ahová te ugyanúgy hazamész, ha belépsz, mintha a botanikus kertbe mennél, és ez a sóstózóban egy olyan rész, aminek a születése, kialakulása, kialakítása a te elképzeléseid és segítséged mentén jöhetett létre. Hát, komoly együttműködés volt ez Gajdos László igazgatóra. Amikor Gajdos László igazgató lett, akkor az első házának a berendezéséhez, a madárházhoz már ott adtunk növényeket. Aztán többször úgy emlegette, hogy Ági néni, tessék már átjönni, nem felvirágoztatni, hanem felvirágozni az állatparkat. És akkor, amikor eljöttem 43 év után nyugdíjba, akkor átjöttem, és 10 év volt, ami aktív volt, és hát próbáltam a kérését teljesíteni, itt is munkatársakkal, itt is lehetett álmodni. Mondjuk ez könnyebb volt számomra, mert nem kellett pénz után, és azért megbízott bennem, hogy amit Ági néni azért elgondol, az biztos, hogy jó, és segített a megoldásában. Tehát nagyon-nagyon boldog voltam, és amikor most másodszor kapta meg az európai minősítést, akkor felkerült a új épületnek kívülről a táblájára, hogy Sóstózó Botanika Garden. Hát én erre olyan büszke vagyok, boldogan lépkedek be azóta is az állatparkba, és nagyon köszönöm neki, mert ez a, most már mondhatom, hogy 15 év, mert ugye ez az 5 év utolsó, ez már csak előadásokból állt, nyugdíjba, de nem nyugalomba, hogy nekem az nagyon-nagyon sokat jelentett. Olyan sok mindenről beszéltünk, és olyan sok mindenről nem. De hát ezt tudtuk is, hogy egy fél órában nem fogunk tudni mindent belesűríteni. Ha
ha el lehetne a Tuzson Jánosi gondolaton túl még egy üzenetet juttatni itt szűkebb körben, akik itt élnek a városban, a megyében, akik akár látják az interneten is ezt a műsort, így aki bizonytalan a továbbtanulását illetően például, hogy hogyan döntsön. Ági néni, mit üzennél azoknak, akik gondolkodnak abban, hogy a növényekkel fognak foglalkozni? Annyira félő, hogy mi lesz a természettel, mi lesz a környezetünkkel, hogy csak hát ugye itt képzés kell, hogy legyen ahhoz, hogy igazi biológus vagy környezetvédő tanárokat neveljenek, és akkor tudom, ha olyan képzést kapnak, olyan alapot kapnak, akkor azt ők magukkal viszik, és azt át is fogják adni. És ehhez hát reméljük, hogy a kert is most majd rendbe jön, és ugyanolyan életet fog élni, és ugyanazt a tudást fogja átadni, mint eddig, és aki ott járt, én hiszek abban, hogy magával viszi a növények szeretetét, és védeni is fogja. Családban ez sikerült átadni a valakinek, mindenkinek a növények szeretetét? Kertes házakban laknak, úgyhogy igyekeznek ők is szépvé tenni, meg hasznossá tenni, ugye, ha esetleg zöldséget is, vagy fűszernövényeket is elhelyeznek egy-egy cserébe, meg használják is, meg nagyon sokat kirándulnak, és hát a kicsik, ugye az öt unokát is azért vitték, nézzenek körbe itt az országunkba, a szépséget lássák meg, és hát a kicsikkel és a két dédunokával már elég sokat sétálok állatparkba is, és hát rányitom a kis szemüket a szépségre, mert valahol ott kell elkezdeni, és aztán, ha belőle akár szülő lesz, akár pedagógus és szülő, akkor már bízhatunk egy kicsit a jövőben. Meg tudod mondani nekem a beszélgetés legvégén, hogy mire vagy a legbüszkébb? Hát, hogy a Teremtő erre a pályára tett rá, és ilyen szerető szíveket tűzött mellém, akik jöttek, hittek, és együtt elérhettünk maradandó eredményeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Boldog vagyok.